Gyorsabb, kényelmesebb ügyintézés, több ügy intézhető a kormányablakokban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több településen nyílt kormányablak az elmúlt időszakban. Az állam tovább szeretné javítani a közigazgatást, a rendszer elektronikus kiépítésére a jövőben 312 milliárd forintot szánnak majd. Az elmúlt években több változás is történt a közigazgatásban, mint ismert 2010-től alakultak meg a megyei kormányhivatalok, majd 2013-tól jöttek létre a járási kormányhivatalok, amivel erősödött és hierarchiába rendezett lett a struktúra. Az első kormányablakot 2011-ben nyitották meg, majd sorra azonos profilú hivatalokban lehetett, és lehet ma is intézni a közigazgatási ügyeket. Egyre bővülő a kör, többféle ügytípus egy helyen elérhető. A kormányablakok úgynevezett munkafolyamat támogató rendszerének fejlesztése, a papír alapú ügyintézések, kérelem továbbítások elektronizálása elősegítheti, hogy még kényelmesebben otthonról is intézhetők legyenek a közigazgatási ügyek. Például a családtámogatási ellátásokat nem kellene papír alapon személyes ügyintézés keretében kérelmezniük az érintetteknek, hanem a kérelmüket otthonról elektronikus űrlap kitöltésével és hitelesítésével tudnák közvetlenül beküldeni az ellátási igényt elbíráló hatóságnak. Az e-közigazgatás fejlesztésére a következő időszakban 312 milliárd forint kormányzati keret biztosított. Bogáti János főigazgató úr a vendégem, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivataltól. Jó estét kívánok, üdvözlöm. A kormány célja az volt, és hát az a továbbiakban is, hogy a közigazgatás szolgáltató jellegét erősítse. Itt a kis bejátszásban elhangzott az, hogy lépésről lépésre mit tettek ezért. Hogyan értékelik az elmúlt időszakban itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sorra adtak át kormányablakokat, és a jövőben is ezt fogják tenni, hiszen még van néhány olyan település, ahol tervben van a kormányablak átadása. Tehát az elmúlt időszakban milyen változásokon esett át a közigazgatás, és milyen haszna lett ennek a struktúraváltásnak? A kormányhivatal kialakításával egy gyökeres változáson ment át a közigazgatás, és ha már a kérdésében elhangzott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hogyan, és milyen lépéseket tettünk, mi nagyon nagy léptékben haladunk. Az országban a legjobban állunk a kormányhivatalok kialakításával, a kormányablakok kialakításával kapcsolatban. Tehát az országban körülbelül 250 kormányablak kialakítása történik majd meg ebben az évben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minden járási központban, és egyetlen kivétellel minden korábbi okmányirodai helyszínen is kormányablak nyílik a maga ügyintézési lehetőségével, ami egy jelentős és tág kört jelent, hiszen körülbelül 423 ügy intézhető már ma is azonnal a kormányhivatalban, és ez várhatóan 1000 fölé fog emelkedni egy éven belül. Ezek a számok olyan nagynak tűnnek, és olyan soknak tűnnek, tehát 1000 ügy, 1000 ügykör. Persze ebben benne van természetesen a fokozatosság, mint ahogyan abban is, hogy először a járásközpontokban, majd a nagyobb településeken alakították ki a kormányablakokat, és azt ugye említettem, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is még van néhány település, ahol a jövőben nyitják majd meg a kormányablakot. Milyen térségek maradtak le, vagy maradtak el? Nyilván itt a műszaki előkészítés és a műszaki építészeti kivitelezési folyamat miatt van még lemaradás, tehát a rangsorolásban kizárólag építési oka volt, ami még folyamatban van. Baktalórendháza, Balkány, Újfehértó és Nagyhalászi kormányablak épül, és hamarosan megkezdődik a Záhonyi kormányablak kivitelezése is. Ezzel elérjük azt, hogy kizárólag egy okmányirodánk nem alakul kormányablakká, ez a nagyecsedi okmányiroda lesz, továbbra is okmányirodaként fog működni, az átadások pedig hónapon belül meg tudnak történni. Ha minden jól sikerül, akkor a hónap végén át tudjuk adni az újabb kormányablakokat. Milyenek az új kormányablakok? Hogyan jellemezni őket? Az új kormányablakot? Ablak a világra, így tudnám jellemezni. Ablak a kormányhoz és ablak a világra, hiszen az ügyfélkörünk egy jelentős részének egy új távlatot nyit az új ügyintézési modellel, és ezzel az új dizájnnal, ami egységesen jelentkezik minden egyes kormányablakban. A ügyfelek megszokták azt, hogy hivatalról hivatalra kell járniuk bizonyos ügyek elintézésében, és ez gyökeres változás, hogy a kormányablakban, egy lépcsőben, többségében egy megjelenéssel bármit el tudnak intézni. Ugye azt szeretik az ügyfelek, hogyha gyorsan el tudják intézni az éppen ügyintézendő dolgukat. Hogyan garantálja a kormányablak
ablak rendszer azt, hogy gyorsabb és bürokráciamentesebb lesz, vagy lett az ügyintézés? Ez egy kettős kérdés. Egyrészt a kormányablak rendszere is garancia erre, de másrészt nagyon fontos a jogszabályi hátterek és a kormányzati törekvés. Ugye a kormány elindította az Államreform 2 programot, aminek keretében azért a bürokrácia csökkentése irányába jelentős jogszabályi lépéseket is kellett, hogy tegyen. Ez versenyképesség és nemzetgazdasági érdek is. Itt az ügyintézési határidők jelentősen csökkentek. A kormányablak, mint új kapcsolattartási pont abban segít, hogy a kormányablakban intézhető ügykörökben azonnal tudnak reagálni a kollégák, megjelennek az ügyfél a kormányablakban, beadja a kérelmét, és innentől kezdve a kérelem az ügy utazik a hatóságok között, és nem az ügyfél utazik. De az is fontos, hogy szinte bármilyen államigazgatási kérdéssel fordulhat az ügyfél a kormányablakhoz, és ez ugyanúgy továbbításra kerül, vagy felvilágosítást, nyújtást tudunk adni az ügyfélnek, akkor is, ha ez jelenleg még nem kormányablak ügy. Hivatalokat, intézményeket, intézményrendszereket kellett összekötniük. Ez hogyan sikerült? Igen, egy nagyon komoly informatikai fejlesztés az Európai Unió támogatásával. Két részből áll, ez az ECOP program finanszírozásában közel 10 milliárd forintot jelentett az elmúlt időszakban. Ez a projekt most zárult le. Ugye egyrészt lecseréltük a teljes informatikai infrastruktúrát. Ez országos szinten 16 ezer munkaállomás, 16 ezer számítógépet és közel 6500 nyomtatót jelent, azzal együtt, hogy megszüntettük a párhuzamos ügyfélszolgálati tevékenységeket, kialakítottunk egy nagyon komoly szerver oldali hátteret, és nagyon komoly képzési és szoftver környezetet teremtettünk, mind ügyintézői, mind ügyfél oldalról. Az ügyintézők tehát részt vettek képzéseken, hogy is lehetett volna ez másképpen, hiszen több az ügy, több az ügytípus és ügykör, hogyan készítették föl tehát a kollégákat mindenre a váltásra? Országos szinten több mint 5000 kollega kapott képzést a kormányablak munkatársai közül. Minden kormányablakban dolgozó kollégának el kellett végezni egy kormányablak képzést. Ez kettős. Az egyik egy szervezett ilyen hétvégi iskolarendszerű képzésnek írhatom le, és természetesen egy folyamatba épített távoktatás jellegű tanítás. Ugye beszéltünk arra, hogy nagyon sok az ügykör, és valóban szinte lehetetlen az, hogy egy ügyintéző 1000 ügykörrel legyen tisztában, ezért az informatikai fejlesztésnek és ennek az ECOP projektnek része volt egy tudástár kialakítása. A tudástár, ahogy a nevéből is adódik, egy olyan számítógépes alkalmazás, ami valamennyi ügykört tartalmazza az ügyintéző számára elérhető módon, teljes modellel, a hozzá tartozó ügyleíráson kívül a formanyomtatványokkal és valós példákkal segítve a kollégák munkáját, mert lehet, hogy az egyik ügyintéző ma még nyugdíjügyet intéz, holnap meg egészségbiztosítási vagy mondjuk okmányügyeket. Egy tovább lépés lehet, illetve hát lesz is, az e-közigazgatás. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy az gördülékenyen megvalósuljon, illetve egy magasabb lépcsőfok lesz a közigazgatásban? Az elektronikus közigazgatás ebből a szempontból már ma is működik, és ma is elérhető. Az ügyfélkapu, mint klasszikus elérési felület. Ez a jövőben annyit fog változni, ez azért egy igen érdemi előrelépés, hogy egy videócset, egy videokonferenciához hasonló rendszerben, otthonról a székéből ülve is kaphat személyre szóló ügyintézői segítséget az ügyfél. Ezen dolgozunk most, és ez hamarosan elérhetővé válik majd. Ugyanakkor vannak olyan ügytípusok, amik nélkülözhetetlenné teszik a személyes megjelenést, ilyen például az okmányigénylés, jogosítvány, személyazonosító igazolvány. Ezeknél az eseteknél az elektronikus ügyintézés egy komoly ügyfélhívó rendszeren nagyon komoly előjegyzési lehetőséget kínál az ügyfél számára, tehát ő választhatja meg azt az időpontot, hogy mikor szeretné felkeresni a hatóságot. 2016. januárjától lesz e-kártya? Igen, én úgy gondolom, hogy igen, erre készülünk, és ez is egy hatalmas előrelépés lesz majd. Mit fog ez tartalmazni, illetve sűríteni most a tervezet szerint természetesen? Ez még ugye kidolgozás alatt áll. Az e-kártya azokat az alapokmányokat mindenképpen tartalmazni fogja, amit ma a lakcímkártya, a személyigazolvány, az adóazonosítójel és a társadalombiztosítási azonosítójel. De ugye az e-kártya funkciói jellegéből adódóan szinte korlátlanok, tehát bármilyen irat később belesűríthető, és ugye használható biometrikus azonosításra vagy elektronikus aláírásra is. Fogunk erről még részletesen beszélgetni. Köszönjük szépen, főigazgató úr, hogy itt volt nálunk.